újra és újra megszervezhetjük ezeket az összejöveteleket. Fontos szerepet kap a természet is, állataival, növényeivel, csodáival. Negyedik alkalommal gyűltek össze értékhangolóra a diákok és tanáraik Szedresen, hogy a megyei önkormányzat Kincses Tolna megye című értékvetélkedőinek idei témáját, a megye természeti értékeit kutassák. Az értékmentéshez elsődleges a tudatosság, mondta a Tolna megyei értéktárbizottság elnöke. Végig kell nézni ezeken a fiatalokon, hogy valamilyen módon megmérgeződnek mégis, és részt vesznek a dologban olyan szinten, hogy az előző évek így versengő diákjai készítettek különb felterjesztéseket, mint a helyi értéktárbizottságok, és vált valami azért megyei értékké, mert fiatalok figyeltek föl rá. Országos szinten Tolna megye élen jár az értéktár bővítésében. Ez nagyrészt a fiatalok munkájának is köszönhető, hangsúlyozta Orbán Attila, a megyei közgyűlés alelnöke. A fiataloknak jelzés arra, hogy tovább gondolják ezeket a dolgokat, és éppen ezekből az értékekből kiindulva akár startupokat, vagy fiatalos, innovatív ötleteket merítsenek, és hát elinduljanak a jövő felé. A rendezvényre a megye minden nagyobb településéről érkeztek, összesen 60 diák. Iszekszárdról, vagy éppen Dombóvárról is jelentkeztek 4 fős csapatokkal a helyi iskolákból. Ezen vetélkedőn derül ki, hogy melyik csapat képviseli Tolna megyét a jövő év elején megtartott országos döntőbe.